Következőkben az ozmózis jelenségét fogjuk vizsgálni burgonyával. Az ozmózis jelensége az élő szervezetek számára rendkívül fontos, hiszen ennek a folyamatnak a segítségével szívódnak fel a bélfalon a tápanyagok, a víz, és választódik ki a vizelet a vese közre működésével. Az ozmózis félig áteresztő hártyán történik, és a kisebb koncentrációjú oldat vándorol a nagyobb koncentrációjú anyag felé. A kísérlethez szükséges egy burgonyagumó, egy főzőpohár és nátriumklorid, azaz konyhasó. A kísérlethez előkészítettem egy burgonyagumót, amelybe mély vájatot készítettem, ebbe fogok konyhasót szórni, tehát megtöltöm ezt a előre elkészített furatot konyhasóval. És amikor elkészültem, akkor a burgonyagumómat belerakom a főzőpohárba. Fontos, hogy olyan főzőpoharat válasszunk, amiben még nem esik bele a burgonya, éppen hogy megáll itt a tetején. Az így előkészített vizsgálandó anyagomat 24 órára pihentetem, és majd utána megnézem, hogy mi fog vele történni. Én már összeállítottam egy előre elkészített anyagot, amelyben nagyon szépen látszik, hogy a főzőpoharam aljára a sóoldat kifolyt, és a burgonya szépen lassan csúszik a főzőpohár aljára. Ennek az az oka, hogy a burgonyában lévő víz az elkezdett vándorolni a só felé, a sóoldat felé, ezáltal a burgonya sejtjei zsugorodni kezdtek, és így fokozatosan ugye a burgonya térfogata csökken, ezáltal a nap végére, vagy a 24 óra letelte végére a burgonya gumóm a főzőpohár alján lesz, és nagyon szépen látszik, hogy a sóoldat pedig kifolyik a burgonyámból. Ez az ozmózis jelensége, amely az anyagok áramlását biztosítja az élő szervezetekben.